Szavaztok, ez itt a Bólyom TV, és elég sokan kértétek, meg már meg is szavaztátok, hogy következő videó egy kerekezés videó legyen. Igazából már volt egy, kettő is. Egyiket leszettem, mert úgy gondolom nem volt jó, másik meg az úgy elment. De most megpróbálok nektek egy úgymond jobb videót összehozni. Sajnos most csak telefonnal tudunk videózni, a másik kamerát nem tudtam kihozni, szóval ebből valamit összekutyulok. És még elfelejtettem mondani, az elejébe leírom, vagy mi elírom? Videó elejére bevágom, hogy írjátok le kommentbe, mi legyen a következő videóba. És talán, hogyha megvalósítható, akkor megpróbálom megcsinálni. Megpróbáljuk megcsinálni. Akkor a első lépések maga az alap. Nem tartom feltétlenül, hogy csak mountain bike-okkal lehet egy kerekezni, sőt, biztos, hogy nem csak mountain bike-okkal lehet egy kerekezni. És annyira nem is fontos, hogy legyen erős fék, mert igazából úgy is ki lehet másik irányba hajtani, hogyha előre dőlsz. Na mindegy, és akkor kezdjük is el a felhúzással, magával a felhúzással. Először nem kell, hogy a legnehezebbre kapcsolnotok. Annyiból áll a felhúzás, hogy egy ilyen erőteljesen megtekeritek a pedált, és egy ilyen igen erőteljes mozdulattal így a kormányt, mintha magatokhoz akarnátok húzni. És semmiképpen se így csináljátok. Így. Mert amikor előre döltök, akkor a bringa megint visszabukik előre. Ne így csináljátok. Próbáljátok meg a kezeiteket kinyújtani, és teljesen hátra vinni. Vállból erősen húzzátok meg hátrafelé. Meg legyen ez a módkulat. Ez. Ez körülbelül addig tanuljátok. Most nem tudom megmondani pontosan mennyi idő ennek a megtanulása. Én rászántam egy 2-3 napot, hogy fel tudjam húzni. Igazából nem is a felhúzásra teszem a hangsúlyt inkább, hanem a fenntartásra, magára a fenntartásra. Szóval ha eljutottatok idáig, hogy a bicikli kiúrik alulatok, és nem estek hátra, és nem szeritek össze magatokat, akkor innentől már csak azon múlik, hogy hát hogy mennyire tudjátok fenntartani a biciklit. Meg ha nem tudjátok teljesen felhúzni, vagy megtartani magát a biciklit a levegőben, kicsit talán az is segíthet, hogy az ülést azt följebb rakjátok, mert ugye minél följebb van, annál hamarabb bukik át. De akár az is egy megoldás, hogy állva tanultok meg egykerekezni, vagyis állva tanuljátok meg felhúzni, de az annyira nem ajánlatos, mert utána a fenntartásba zavarni fog, és az nehezebb lesz megtartani. Erre gondolok. És ha ez megvan, akkor lépjünk egy új szintre. Először ez a előre-hátra, ez a előre-hátrának a kis stabilizálása lenne a lényeg. Hogyha nagyon hátra húznátok, akkor nem tudom milyen erős féketek van, kicsit a fékkel játszadozzatok. Nem kell nagyon behúzni, mert akkor meg visszaesik újra az eleje. És ha nagyon előre dőlnétek, akkor megint hátra rántjátok azzal a mozdulattal a biciklit, vagy esetleg elég rátekerni. Akinek meg nincs túl jó féke, az akár azzal is kistabilizálhatja, sikerült kimondanom, kistabilizálhatja úgy, kicsit előre dől ez a... Nem így. De valami ilyesmi. Hát és... Még nehezebb dolog ebben az egészben, és visszaemlékezve, hogy én hogyan tanultam meg egykerekezni, az is egy nagy hátránya volt az egésznek, hogy mindig kidőltem így oldalra, így kibuktam. Elhúztam és kibuktam oldalra.
és ezt úgy lehet elhúzni a másik irányba, hogy a térdeiteket tudtok egyensúlyozni, például arra elkezdtek tölni, akkor a másik térdet kiteheted, kicsit eldőlhetsz arra, kormányt is lehet forgatni. És hát igazából nem azon múlik, hogy mennyi ideig tudsz egykerekezni, hogy minél gyorsabban tekerj. Mert sokaknál azt is láttam, hogy egyre gyorsabban tekertek, és a végén már olyan gyorsan mentek, hogy előre buktak. Ezt mindig ott kell tartani abban a pontban, akármilyen gyorsan is mész. És hát körülbelül ennyi, amit el tudok mondani. Ha valamit nem mondok igazat, vagy kihagyok valamit, akkor azt légy szíves, írjátok le a kommentbe. És körülbelül ennyi. A következő lépés az a kanyarodás, hogy hogyan kanyarodjunk egy kerékkel. Először bonyolultnak tűnik, de hogyha rájössz a lényegére, hogy maga az egykerekezése, meg mindenre így, akkor már könnyű lesz. Mutatom. Így mentek egy kerékkel. El akartok például kanyarodni, várjál, szembeállok veletek. El akartok kanyarodni arra, nekem balra, nektek jobbra, hogy nem billenteni kell a biciklit, akkor eldöltök. Úgy kéne, hogy így megforgatjátok a biciklit. Ezt a kezeddel, ezzel a kezeddel ezt a felét húzod, ezt megtolod, és így el tudjátok forgatni. Közben ellensúlyozni kell, mert úgy is el tudtok dőlni. Mindenképpen legyen ellensúly, és amikor befejezitek, akkor a másik irányba kell egyensúly, mert különben tovább fordítok. Meg kell megmutatni. Látjátok, ezzel a térdemmel, ezzel ellensúlyoztam, ezzel. Nem tudom, mennyire látszódott. És ugye ugyanez vonatkozik a másik irányra is, csak pont ellentétesen. Ha meg már jól megy az egykerekezés, jöhetnek ezek a egykerekezés közbeni. Nem mondom azt, hogy trükközés, de kicsit hasonlítanak rá. Például egykerekezés közben megpörgetitek a pedált. És még elfelejtettem mondani, pont most ebben a pillanatban tapasztaltam. Nagyon előredőltök, az is segít. Hogy így hátra megy, hátra, kicsit felálltok, és így hátra rántjátok. És persze rátekertek. És most menjünk a kifejezetten mountain bike-os módszerekre. Következő lépés, és nem lépés, hanem amit már mountain bike-oknál használnak, az a manuál. Ugye a manuálnak az a lényege, hogy bármiféle tekerés nélkül felhúzzátok és úgy tartsátok. Ezt ugye a legkönnyebb dombon lefelé megcsinálni. És megmutatom és megpróbálom elmagyarázni. Manuálban még nem vagyok annyira otthon, de valamit megpróbálok összeszedni nektek. Mondtam, hogy nem vagyok még manuálban annyira jártas, de tudom, hogy kell kezdeni. Megtartani majdnem ugyanaz, mint a másiknál, csak annyi nem ülsz, hanem állsz. És persze gyorsabban mész. Ezt a felhúzás részét. Ugye a manuálnál nagyon fontos, hogy tempó, ha nincs tempó, akkor elég hamar el tudsz benne
le tudod rakni az elejét, elrugaszkodni. Az a lényeg, hogy fölálltok, minden testsúlyt így előre próbáltok, aztán hirtelen így az egészet hátra rántva, tehát rácsoltok meg izomból a biciklit, és még hátrafelé induljatok is el, hogy a testsúlyatokkal így húzzátok hátra a biciklit, és körülbelül ennyit tudok mondani a felhúzásról, mert lehet majd az elkövetkezendő egy évben lesz egy hát korrektebb, összefoglaltabb videó a manuálról, de egyelőre még nem. A megtartást, azt én nagyon sokáig úgy gyakoroltam, hogy az ülést azt magasabbra fölraktam, és csak gurultam rajta. Ha magasabban van, akkor olyan, mintha állnál, és gurulsz, tehát leteszed az ülést, és ugyanabb a pozícióban megpróbáld megcsinálni. Persze, akkor már jobban kell egyensúlyozni, mert állsz. Mindjárt megmutatom körülbelül, hogy kéne gurulni. Így, valahogy. Szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem, akkor nem. Iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek be Instán, itt van. És ha valamit rosszul mondok, vagy elrontottam, vagy ti máshogy gondoljátok, akkor légy szíves, írjátok le kommentben, ez nagyon nagy segítség számomra is, és a nézők számára, hogy hát, hogy több izéből tudják összerakni. Több segítségből tudják maguknak összerakni, hogyan is kéne megtanulni ezt az egészet. És egy kis levezető videó, és ennyi volt, én most el is köszönök. Sziasztok! I saw you standing there and I knew I'm done for, it's over, I'm through. And playing games from the start, sticking your nails in my heart. You bring out the worst in me. Nothing can change you. No, I decided to play when I knew you were fire. No, it started off warm, but now I hear the choir.